Alkotó diákok lepték el a Tamási parkerdőt, akik rajzeszközökkel, festéshez szükséges kellékekkel érkeztek egy felhívásra, mesélte a szervező. Ez a 9. alkalom, hogy országos a versenyünk. A dolog úgy indult, hogy ez az az időszak, amikor Fürcz Ádámra emlékezünk. Egyrészt a születése, másrészt sajnos a halálának évforduló, és ebben az időszakban van. És úgy gondoltam annak idején, hogy a legszebben úgy tudunk a művészre emlékezni, ha új alkotók, fiatalok alkotnak, és új képeket hoznak létre, és a képek létrehozása során emlékezünk vissza a művészre, aki Tamásiban született. Eleinte csak a művészeti iskolások versenye volt, illetve kiállítása, és egyre nagyobb lett az érdeklődés, akkor először csak a mi kihelyezett tagozatainkban hirdettük meg, utána már a megyében, és akkor egyszer csak meghirdettük országosan, és érdekes módon mindig volt olyan érdeklődő, aki vagy azért, mert ismerte, szerette Fürcz Ádám munkáit, vagy csak érdekesnek találta a témát, és így küldtek pályamunkákat. A lassan jubiláló rendezvény mindig új kihívásokat támaszt a tehetséges diákok felé. Két fordulós mindig a képzőművészeti versenyünk. Az első fordulóban általában Fürcz Ádám motívumait felhasználva kell képet alkotniuk az alkotóknak, és a zsűri átnézi a munkákat, és az idén is 5 korcsoportban körülbelül 10-12 főt hívtunk meg egy-egy korcsoportban, amit a legjobbnak ítélt munkának gondolta a zsűri. És itt van egy második fordulója a versenynek, és a második forduló általában Tamásiról szól, vagy a városról, vagy a városban alkotókról, apró pici apróságokról, kapualjakról, és az idei alkalommal a Dámpont Látogatóközpont hívott meg bennünket, hogy itt az erdőben, a szabadban alkossunk. Nagy örömmel fogadtuk, a járványra való tekintettel is, hiszen mikor szervezést elkezdjük, akkor még nem tudtuk, hogy fog állni ez a dolog, és tavaly ugye a második fordulat el kellett a járvány miatt hagynunk, ezért úgy gondoltuk, hogy ennél tökéletesebb helyszínt nem is találhatunk. A háromtagú zsűri elé szánt alkotásokhoz kaptak néhány instrukciót is az ország számos pontjáról érkezett tehetséges diákok. Legyen a tájból, legyen a látottakból valami részlet az alkotáson, de engedjék el a fantáziájukat, és történjenek csodálatos dolgok is a képen, hiszen azzal emlékezünk Fürcz Ádámra, hogy bátran használunk mindenféle eszközöket hozzá. És hát remélem, hogy egy nagy szabadsággal, de mégis a kép egy egységet, egy egészet fog alkotni, és ez fog segíteni a zsűrinek majd eldönteni a díjakat. Nagyon sokféle technikával dolgoznak itt a gyerekek, tehát nem csak festés-rajzolás van, van, aki monotípiát készít, nagyon sokan többféle technikát együtt, festés és grafika, tehát egy változatos. A modern művészet ez irányban is halad, hogy a többféle technikát egyesíteni és úgy újat létrehozni, és erre ösztönözzük itt mi is a résztvevőket. Aki szereti a képzőművészetet, legjobban festékeknek, vásznaknak és rajzeszközöknek örül, úgyhogy az oklevélen kívül ilyen ajándékokkal kapnak majd a résztvevők. Szombathelyről érkezett Petra, aki iskolájában találkozott a Fürcz Ádám Alapfokú és Művészeti Iskola által szervezett országos képzőművészeti verseny felhívásával. Egy mintás rajzot kellett csinálni több karakterrel, és akkor ugye azzal jutottam be ide. Most egy lévő szigetet fogok lerajzolni. A képzőművészeti verseny résztvevői közül voltak olyanok, akik nem mindennapi módját választották az alkotásnak. Azért szeretek rajzolni, mert a kezünknek, és hát a kezemnek fejlődik tőle, meg szeretem is ezt csinálni. Azért festek hason, mert így kényelmes. Rajzolok ezt a tavat, meg a keresztet, a fűszfát és a kis házikót ott. Miért szeretsz rajzolni? Azért, mert nekem ikletet ad, nagyon, és már óviskoromban rajzolok. És mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Festőművész.
A legkisebbek mellett, akik még csak ismerkednek a különféle technikákkal és most bontogatják szárnyaikat, olyanok is voltak, akik határozottan tudják, hogy ezen a pályán képzelik el a jövőt. Gyöngy felsőfokú tanulmányaihoz egy jó ugródeszkának gondolja a képzőművészeti versenyeket. Mivel a versenynek a témája az erdő és a természet kell, hogy ihlessen minket, ezért fákat fogok rajzolni. És a másik tényező, ami által összemérettetnek minket, az az, hogy saját magunkat ebbe belevigyük ebbe az alkotásba, és hogy valami kreatív, kicsit szerintem elvonatkoztatott módon kell teljesítenünk. Az én alkotásomon igazából, alkotás kezdeményemen egyenlőre, két ember látható igazából, hogyha megfordítanánk az egész rajzot, mert hogyha egyenes állásban nézzük, akkor ugye két fa. De hogyha fejjel lefelé, akkor két ember így összefonódva, és igazából ezzel nagyon sok mindent meg lehet jeleníteni, de az első dolog szerintem, hogyha ezt valaki észreveszi, és eszébe jut erről, az a egymáshoz való kötődés. De igazából én arra gondoltam, hogy a fának a koronája, az a két embernek a ruhája alja, mert ez mondjuk lehet két nő, és akkor ez kapcsolódhat mondjuk a divathoz is. A rendezvény helyszínéről szolgáló Dánpont látogatóközpont a délutáni zsűrizés alkalmával ennek a kreatív alkotásnak ítélte oda a Dánpont kedvence címet. Egyébként a munkára 4 órája volt a diákoknak, melynek helyszínéről választhatták a tó környékét, vagy éppen a látogatóközpont teraszát, esetleg a gyönyörű panorámát kínáló tetőteret.